A bátaszéki sváb bál a népcsoport egyik legfontosabb helyi társadalmi eseménye. Az idei bál egyik különlegességét az adta, hogy a vendégek jótékonysági kezdeményezésbe fogtak, a résztvevők téglajegyeket vásárolhattak. Ezek a felvételek már szombat este a Tolnamözsi Művelődési Házban készültek. Itt a helyi nagycsaládosok tartották meg a hagyományos farsangi bájukat. Ez a 22. nagycsaládos farsangunk, minden alkalommal beöltöztem, és most már nagyon nehéz volt kitalálni, hogy még mi nem voltam, de úgy gondoltam, hogy egy pedagógus, mivel tegnap a gyerekeknél is bálunk volt, valami olyanba öltözön, amivel tanítja a gyerekeket, és Ludas Matyit majd tanulni fogjuk, ezért gondoltam, hogy én most Ludas Manyi leszek. Tolnán tehát nem csak a gyerekek öltöztek be, a felnőttek is így tettek. Volt, aki orvosként jelent meg. Most érkeztem, úgyhogy még nem sikerült végigvizsgáljam a társaságot, de remélem, hogy nem lesz gond. Szekszárdon is báloztak hétvégén. Az Alsóvárosi Római Katolikus Egyesület tagjai 20. alkalommal jöttek össze, hogy együtt farsangoljanak. Itt is jótékonykodtak a résztvevők. A bál jegybevételeinek egy részét a kórházkápolnának ajánlották fel. A néphagyomány szerint a farsangi időszak húshagyókedd éjjelén ér véget, hamvazó szerda pedig már a húsvétig tartó bőti időszak első napja. Idén húshagyókedd március 5-ére esik.